Ah, hello! Ah, hello! Hogy vagy, Pák? Rendben. Mert mi meglehetősen ritkán. Na, de azért egyetemisták vagytok? Igen. Aha. Nyertem veled valamire. Igazán, és miért? Történel a vett. Lehetséges. Igen. Most már egészen biztos. De ez nem jelenti azt, hogy te is emlékszel rá. Különben szeretek ide járni, bár nem tartom magam zseninek, de igaz, hogy a mesék néked. Szia, mi újság? Szóval, ha... Ne haragudj, mit is mondtál, mire jártatok együtt? Történelemre. Történelemre. Csak simán törének. Nyilván világtörténelmet hallgattam. Így van, világtörténelem. Érted. Érdemes kipróbálni, jó kis kunc, és egész jó kis kunc. Szóval neked tetszett? Hát nézd, azt hiszem, hogy lehetek őszinte. A színvonal eléggé. Alacsony. Aha, ebben nem kételkedem. Na. Mert tudod, most már emlékszem erre a kúzusra. Na ugye? Ha nem maradt el, az uzsonna szünetben tartottál. Kúzzel el, légy szíves, a franc. Te meg kigadj meg. Majd ha elhúztál innen. Csak beszélgetek az üdönsült barátod. Mert te most lesz egy kis gondot mi? Nem, dehogy. Sőt, érdekelne a véleményed. Szerinted hogyan fejlődött a déli államok piacgazdasága a 18. században? Én úgy látom ugyanis, hogy a függetlenségi háborút megelőző időszakban a gazdasági modell különösképpen a déli gyarmatok esetében igazán adekvát formában az agrárius prekapitalista szerkezetben... Na, egy kicsit ideáltas! Érthető, hogy ez a véleményed, hisz elsősként még csak marxizálni történészeket olvashattál, Pirgyeviszak például. Hiszel is neki, amíg jövőre meg nem ismered James Lemont, mert akkor azt állítod majd, hogy 1740-ben Virginia és Pennsylvania gazdasága vállalkozói kapitalista volt. De ez se tart soká, mert aztán visszatérgött Gordon Wood nézetei, aki szerint ebben az időszakban a katonai mozgósítás közvetlen hatással van a tőkeképződésre. Ebben nem lennék olyan biztos, ugyanis Wood alábecsüli a vagyont, főként az örökölt vagyon hatását. Igen, Wood alábecsüli a vagyont, főként az örökölt vagyon hatását a társadalmi különbségek kialakulására. Szép idézett Vickersből. A munka Essex megyében, 98. oldal. Olvastam én is. Föl akarod mondani az egész könyvet, vagy akadnak a önálló gondolataid is? Vagy ez a módszered, hogy besétálsz ide és önálló gondolatként adod elő a korábban olvasottakat? Azért, hogy befűzd a lányokat és viszkáld a barátomat? Sajnálnak, mert úgy 50 év múlva lesz egy önálló gondolatod. Rájössz, hogy két bizonyosság létezik az életben. 1. Nevet készpénznek mások gondolatait. 2. 150 ezeret költöttél olyan műveltséganyag megszerzésére, amit másfél dollárért megkapsz egy képstárban. Lehetséges, de lesz diplomám. Te viszont sült trupit szolgálsz majd fel a gyerekeinek egy autót ütében. Ez elképzelhető. De nálad akkor is eredetibb leszek. Egyébként, ha mi gondolod, folytathatjuk oda, akik vécelkészleté. Ugyan már, nincs gond. Semmi gáz. Leszállnál rólam is, haver!